dr. Szarka Miklós alapította a szolgálatot. Ő intenzíven foglalkozott ezzel a házasság és család lelki gondozói témával, és ő volt az, aki a 90-es évek, sőt, ha jól visszaemlékszem, a 80-as évek végén felvetette, hogy a református egyháznak szükséges, hogy foglalkozzon a házaspárokkal és a családokkal. Így alakult meg a szolgálat. A legnagyobb kihívása a mentális problémákkal küszködő emberekkel való segítségnyújtás, és hogy maguk a szolgálattevők is, akik segítő szolgálatokban dolgoznak, küzdenek azzal, hogy hogyan tudnának mindig releváns válaszokat adni a lelki krízisben lévő szolgatársaiknak, illetve azoknak az embereknek, akik különböző élethelyzetük miatt kerültek nehéz lelki helyzetekbe. Amikor ide költöztünk a Calvin térre, akkor átgondoltuk, többféle név is felmerült, hogy hogyan is jelenhetne meg ez a szolgálat a város szívében, úgyhogy mindenki számára egyértelműen legyen, hogy mi mivel foglalkozunk. Kinyújtott kezek állnak azok rendelkezésére, akik bele akarnak kapaszkodni a támogató vagy éppen megtartó kezekbe. Mi kezet nyújtunk, kezet adunk, és mi is elfogadjuk másoknak a kezét, akik a mi kezünket keresik. Ez a két kéz jelenti a találkozást, jelenti azt, hogy a két kéz között van valami, ami sokkal több. Ez a két kéz elérheti egymást, ott van benne a transzcendens. Akik a lelki gondozói szolgálatnak azon az oldalán állunk, hogy szeretnénk segítséget nyújtani, mi pedig felfele nyújtjuk folyamatosan a kezünket, mert ha nincs az a forrás, amiről ugye Jézus azt mondja, hogy az élő víznek a forrása, akkor nem tudunk az élethez segítséget nyújtani a belénk kapaszkodó, vagy bennünket elérő embereknek. Elsősorban a mi célunk az embereknek a segítése, szolgálata, és a kéznyújtásban benne van, hogy nem valamit adunk a kezébe, nem materiálisan, nem diakóniailag, hanem megfogjuk az embereknek úgy a kezét, ott, ahol szükséges, ahol baj, ahol gond van, lelkileg, ahol elérjük egymást. Ez a szolgálat, annak két része is van, tehát az egyik maga, most így mondom, hogy a terápiás, a gyógyító rész, ami a beszélgetésekből áll, a másik része pedig egy preventív szolgálat, ami azt jelenti, hogy gyülekezetekhez megyünk ki házaspároknak csendes napot tartani, előadásokat, beszélgetéseket tartani nekik, akár tréninget is, hogyha ezt igénylik, ami egy hosszabb folyamat, akár egy intenzív hétvége. Az élet közepén lévő emberek, vagy a fiatalabbak, 30 év körüliek jelennek meg nálunk túlnyomó részt. Nagyon sok a kapcsolati válság, nagyon sokan nem tudják kezelni a házasságban a kommunikációs nehézségeket, az érzelmi problémákat, nem tudtak olyan mintákat hozni, megtanulni a saját szülői családból, hogy hogyan lehet problémákat megbeszélni, problémákat kezelni. Már kezd megjelenni az az igényesség, hogy ha kisebb nehézség van, ha már úgy érzi a házaspár, hogy nem tudja rendezni, már akkor kezd azért megjelenni az, hogy segítséget kérnek. De egyházon belül, főleg lelkész házaspároknál, ha szabad ezt mondanom, mert ők nekem mindig a szívügyeim, hogy a testvéreknek, a kollégáknak segítsünk, ugye nem könnyű egy lelkész házasságban élni. De hát őnáluk meg még inkább kiéleződik ez, ami keresztény vonalon ott van, hogy ez egy hitbeli kudarc is, hogyha a házasság krízisbe jut. Magába az ember lelke, az ember problémája nem magányos, nem egyedül lévő, nem egy önmagába véve megoldandó vagy tudomásul vévő probléma. Ott van benne az, hogy mindannyian valami többe, valami nagyobba vagyunk benne, amivel számolunk, de ugyanakkor ebben bízhatunk is, és reménykedhetünk, hogy ebben a jelen történésünkben van valami több történés, amit ő ad. Azt gondolom, hogy az Úristen, meg tapasztalom nagyon sok eseten keresztül, mintha úgy munkálkodna, hogy
tisztogatja ezeket a kötődési tereket azért, hogy hozzá is egyre közelebb kerüljünk. És ha egy házaspár egy krízisbe kerül, akkor én azt egy egész más nézőpontról látom. Látom a szenvedésüket, és nagyon nehéz megélni azokat a mindennapokat, ahol az alapbiztonság meginog. Ugyanakkor, ha pozitív irányba fordítják ezt a történetet, és dolgoznak magukon, és valahogy a szeretettel újraírják ezeket a zsigeri egymáshoz való kapcsolódásukat, akkor a szeretetben tisztulnak ezek a kötődési dinamikák és érzelmek, és egyre közelebb kerülnek az Úristenhez is a párok. A lelki gondozásnak pontosan az a lényege, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkban, nem csupán csak emberi lehetőségeink vannak, hanem van egy olyan lehetőség, ami titok, ami esetenként csoda. Mind a két kötődés hat a másikra is. Ezért mondom azt, hogy nagyon szeretek a párokkal dolgozni, mert úgy érzem, hogy egy olyan térbe lépünk be, ahol az Úristennek is dolga van, és ahol azért van dolga az emberekkel, hogy magához közelebb vezesse őket. Szolgálat múltjából adódóan házaspárok jönnek, de még többen jönnek egyénileg egyéni gondokkal, bajokkal. És fiatalok, idősek, középkorúak. Olyan emberek is meg szoktak bennünket keresni, akik valahogy az Istennel való kapcsolatokban élnek, meg egy csalódást, egy törést, valami történt, amit nem tudnak integrálni az addigi hitükbe, és ezek a beszélgetések is úgy gondolom, hogy nagyon fontosak, hogy megtörténjenek, mert az Istennel való kapcsolatunk is egy olyan kötődési tér, ahol a sajátos pszichológiai működésünkkel vagyunk jelen, és a magunk alulnézetéből csalódhatunk, megélhetünk fájdalmakat. Sőt, így mondom, hogy aki komolyan Istenre bízza magát, vagy vár tőle valamit, vagy érzésekkel, valódi érzésekkel kapcsolódik hozzá, az a fejlődés útján megéli szükségszerűen azt, hogy vannak benne csalódások. De nagyon jó, hogyha ezzel is foglalkoznak az emberek, és nem temetik el a hitüket és Istent, hogy akkor most ő már a múlt. És ezekben a csalódásokban is nagyon sokszor lélektani jelenségekkel van dolgunk, hogy megértsük a saját működésünket, és megértsük, hogy mi volt az a kötődési elem, amit Isten ki akar belülünk tisztogatni, ahogy a saját magáról való szeretet képünket akarja formálni és teljesebbé tenni. Tehát, hogy ezeknek is van célja Istennel az ember életében, hogyha egy ilyen csalódást megenged, és azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy olyan egyházi szolgálat, ahova ilyen nehézségekkel is el lehet jönni. A lelkigondozói munka az a tapasztalatom a lelkipásztori szolgálataim során, hogy mindig, szinte minden egyes beszélgetésben benne van, akár direkt, akár indirekt módon, hiszen ha egyszerűen csak egy emlékharangozást jön bejelenteni valaki, és kéri az időpontot, és elkezdünk beszélgetni, hogy kiért, kinek az emlékére, abban a pillanatban már lelki gondozói beszélgetés is folyik. Önmagába véve nekünk az egy eredmény, hogy az egyház részéről mellé tudunk állni az embereknek, és keresnek minket, és eljönnek ide, és többen is elmondják azt, hogy tudják, hogy személyes problémájuk van, tudják azt, hogy ezzel a problémával pszichológushoz kellene menni, egy pszichiáterhez, de mivel ő egy gyülekezetbe járó ember, nem utasítja el ezt a lehetőséget sem, de mindenféleképpen szeretett volna először olyan emberekkel találkozni, akik hisznek, akik nem csupán csak a lelket látják, hanem önmagában látják a lélekben azt a fajta forrás, azt a fajta hitet, ami számára az életébe
nagyon fontos. Nagyon érdekes tapasztalat, hogy keresztény házaspárok, akik terápiára járnak, és megküzdik ezeket a lehúzó és destruktív erőket, amik ott vannak közöttük, utána arról számolnak be, hogy az Istennel is érzelmileg sokkal közvetlenebb lett a kapcsolatuk, hogy nem csak az, hogy együtt tudnak imádkozni, de hogy rendszeresebben vágyakoznak Isten iránt, felszakadtak pozitív érzéseik ő felé, ugyanúgy, ahogy egymás felé is. Tehát valahogy ez a kötődési tér, amit egy párkapcsolatban egymással megél a házaspár, ez Istennel is ugyanaz a kötődési tér. A keresztény házaspároknál az, hogy imádkozó emberek, Istenhez kapcsolódó emberek, az a motiváltságukat, az elköteleződésüket még egy nehéz krízisben is meghatározza a párjuk felé. Ahol a lelki gondozás kifejezést használjuk, vagy meghatározást, ott azért mindenütt jelen van, vagy jelen kellene, hogy legyen a spiritualitás. Mert a lelki gondozásban, illetve a lelki kísérésben, a lélekápolásban ott van az, hogy benne van valami sokkal több. És a sokkal több az, hogy középpontban az ember van, és az emberek segítésében ott van az a több, ami igen az emberre, az a fajta igen, amit Isten adott a mi életünkbe. Isten elé véve mindig látom azt, hogy ebből ő jót tud kihozni. És persze az ember szabad akarata ott van, én ezt nem vonom kétségbe. De valahogy az élet él és élni akar, és ha egy kis rügy kibújik valahol, akkor abban általában fölnő valami nagyobb virág vagy növény is. Hogy mi az a többlet, vagy mi az a plusz, az mindenképpen az, hogy a lelkek atyához fordulunk segítséget kérni, és hozzá visszük azokat az embereket, akik tőlünk segítséget kérnek. A Gyökösi Intézet és a Készfogás Református Lelki Gondolói Szolgálat egy épületben, illetve egy lakásból átalakított irodai helységekben is egy képzés nyújtó teremben működik, megjelenik a gyakorlati lelki gondozás és a lelki gondozás tanítása, képzése, szupervíziója. Az intézetnek a képzései segítik hozzá akár a végzett lelkipásztorokat, akár diakónusokat, vagy egyszerűen azokat a gyülekezeti tagokat, akik önkéntesként szeretnének részt vállalni a lelkigondozásnak a szolgálatában, hogy kiképzett emberek lehessenek. Ugye a hitünk mellé Timóteushoz írott levelében Pál apostol írja, hogy tudományt is kell ragasztani, ismeretet kell ragasztani, ismeretet kell szerezni. Ezeknek az ismereteknek a megszerzésében a Gyökösi Intézet egy nagyszerű lehetőség, egy kiváló alkalom. Nagyon jó, hogy az intézet az egyházunk keretében működhet már több mint 10 éve. Szeretnénk ezen a téren megnyitni ezt a szolgálatot. Tehát szervezünk egy filmklubot. Fontos számunkra a csoportban való lelki gondozás, hogy egy-egy témára gyűjtenénk össze olyan embereket, akik azonos nehézségekkel küzdenek, ilyen például a gyász. Szeretnénk hirdetni egy olyan csoportot is, ami az útkeresőknek a csoportja, akik nem találják a helyüket, nem találják éppen azt az utat, amit járniuk kell, vagy járni szeretnének. Én azt gondolom, hogy a lelki pásztor az a lelkek pásztorolására hivatott. És a jó pásztortól tanulva, aki karjára vette a 100. bárányt, elmegy és megkeresi, pedig egy egyszerű, hűséges munkáról is lehetett volna szó, hogy nem hagy elveszni senkit, de nem csak ez történik, hanem tudjuk, hogy bekötözi a sebeit, megnyugtatja az elkoborolt bárányt, és egyébként pedig visszahozza, és a helyére állítja. Hát valahogy így történik a lelkipásztorok részéről a lelki gondozói munka.